Kedves nézők, köszöntöm Önöket a 7. Asztron kézilabda találkozó második közvetített mérkőzésén. Ezen a meccsen az OSB csapat csap össze Feje Sándor gárdájával. Egy kicsit megbolondították a csapatokat, hiszen kisebb srácok is vannak a Fejes csapatban, meg idősebb srácok is, olyanok, mint például Juhos Attila, de olyan fiatalok is, mint például mondjuk Rózsa Dávid. Az OSB csapatban a szokásos Keceli Ifi, és már néhány felnőtt játékos is, mint például Maszlik Rihárd, de lassan elmondom Önöknek a kezdőket is. Az a lényeg, hogy izgalmas kis meccsre számítok, de hogyha jósolhatok egy picit, akkor azt is mondhatom Önöknek, hogy szerintem a kékmezben játszó OSB-s fiatalok fognak itt nyerni, hiszen azért mégiscsak össze vannak szokva, és együtt játszanak már évek óta. Nagyon jó barátok, nagyon-nagyon jó kis társaság, nagyon kellemes kis közösség. Na de akkor nézzük is a csapatokat. Először Feje Sándor csapata értelemszerűen. A névadó Feje Sándor is ott játszik. Ott van Mucsi Gyula, Német Attila, Van Krisztián, Flajsz Attila, Kellai Zsolt, Juhos Csaba, persze, hogy nem Attila, Sörfőző József, Liska Bálint, Rózsa Dávid, Almási Gerold, Lajkó Bence, Lehóczki József és Herceg Andor. Az OSB-s csapat összeállítása Fejes Ádám, Fejes Csongor, Lavati Zoltán, Herceg Patrik, Farkas Máté, Bán Rihárd, Szambó, Fekete Kevin, Maszlik Rihárd, Földes Bertold, Drenkovics Márk, Bóna Martin, Doszpot Dávid, Orcsik Dávid, Lehóczki Bence. Micsoda nevek, micsoda nagyszerű fiatal és nagyszerű idős játékosok. Két különböző generáció, illetve három, de kettő csapatba tömörítve. Maszlik Rihárd, Herceg Patrik, az igen, mekkora lefordulás, befelé jár a szabaddobás. Na nézzük a kékek legújabb támadását, nézzük most Maszlik Rihárd, Herceg Patrik, és nem tud átjárni a kapus eszén. Az igen, nagyszerű védéssel kezd a fiatal hálóőr, pedig Herceg Patrik a Cegléd játékosa, MB2-ben kézilabdázik, nem is akármilyen szinten egyébként, de ezt szerintem a mozdulataiból azért már Önök is elég gyorsan leszűrték. A zöldek egy kicsit fáradtabbak már, de szabad dobással jöhetnek. Igen, igen, kicsit kikopott már belőlük a lendület, már nem az igazi, és nem is játszanak ugye együtt nap mint nap és hétről hétre. Az igen! És a passz. És a lövés, gól! 1-0 az OSB-nek. Nagyon szép találat. Egy-egy az állás. És az zöld támadás, ohohó, mekkora gól, de szemtelen! Gyönyörű találat! Ezt még a jó öreg Dutra se szedhette ki. És akkor 2-1-re mennek is a zöldek, nem szabad őket leírni. Már is bocsánat kéréssel tartozom. Fekete Kevin, ohohó, mekkora kapufa! Szétmorzsolta, szétforgácsolta a lécet. Mucsi Gyula közben. És akkor építhetik az akciójukat Feje Sándorék. Nézzük ezt a támadást. Igen, igen, azért meglehetősen lassabb a zöld csapat, mint a kék. Most azonban utóbbiak szabálytalanul védekeztek. Így ők fordulhatnak. Mucsi Gyula, aj, de szép támadás! Áj, de kár oldalháló! Élessé tette volna a mérkőzést. Lutra kapus adja ki Maszlik Ricsinek, és akkor építgethetik az akciót az OSB-sek. A Keceli kézilabda találkozó, mint már mondtam, évről évre, közben gyönyörű volt láthatnak, tehát évről évre összehozza a Keceli kéziseket. Egy nagyon-nagyon kellemes kis rendezvény, régi barátok, régi csapattársak, osztálytársak találkoznak, kézilabdáznak egymással, de nem csak a kézilabdája a főszerep, hiszen ebben az évben KKC sportbál is lesz, amire hát elhívnám Önöket, csak mire Önök ezt a közvetítést látják. Már rég vége a rendezvénynek, és rég mindenki jó kedvel beszél róla. Hát ez vár ránk ma este, addig is
tömény minőségi barátságos kézilabda itt a városi sportcsarnokban. Szabaddobás következhet befelé. Járassuk meg. Jön a felszólítás. Mucsi Gyula. Bal kezén a labda, nem lő. Helyette Fekete Kevinnek ajándékozza azt, és akkor Kertész. Kapufa, azt a mindenit, hát kihagyta a százas zicsert. Atya ég. Még ő se tudja, hogy csinálta. Ilyen rosszul. Marad a 2-2, 4,5 perc elteltével. Ismét egy kicsit álmoskásabban, egy kicsit lassabban kezdi meg támadását a zöld csapat, de ez ne tévesszen meg senkit. Bizony-bizony valamikor ők is olyan gyorsak és aktívak voltak, mint fiatal társaik. Ezt a labdát azonban nem érhette el Herceg Patrik, és akkor Mucsi Gyula indíthatja meg az actiont. Oha, micsoda csel! És a lövés! Fejes Ádám, Dutra fogta a lasztit. Ismét egy nagyobb előreívelés. És Lavati Zoltán se szelidíthette meg a bogyót. Játékvezetőint, hogy a kapusé a labda. És akkor támadhatnak Fejes Andorék. Érdekes kis meccs lesz az így, hogy minden letámadást kihagynak az OSB srácok. Az pedig egy befelé dobás, így van. Kilenc méterrel jött a Szabi, és akkor azt le is fülelte Maszlik Ricsi. Maszlik Ricsi egyébként biztosan sokan tudják önök közül is, hogy a keceli felnőtt csapat egyik oszlopos tagja. Oszlopos már a termetét is elnézve. Egy zseniális átlövő. Akinek, hogyha még egy kicsit csiszolnak a mozgás kultúráján, akkor bizony egészen hamar vezéregyéniség lehet. Itt Kecelen vagy akár egy komolyabb NB-s csapatban. Egy kisebb sorcsere. És akkor most visszakerül a Laszti a kapushoz. Ajaj, megfiadalodtak ezek a Fejes Andorék, bizonyám. Hát veszélyes, az biztos. Herceg Patrik. Drenkovic Márk. Igen, ő azért képes lendületet vinni ebbe a játékba. Almási Gerolt szereli őt szabálytalan eszközökkel. Nézzük Drenkót. Igen, az úgy érdekes lesz, le a szélre. Kicsit vegyesbe vannak most ezek a kékek, mert hát a nagy részük fehér. Máshonnan igazoltak játékosokat, most valamilyen hibát védhettek, Drenkovic már jöhet. Nagy a passz. És most... Hát olyan, mintha egy Rigó füttyögne itt. Bocsánat, játékvezető úr. Drenkovic Márk. Rózsa Dávid. Micsoda szerelés. Almási Gerold. Geri. Szépen szerelt most a védekező játékos. Mondom én, hogy szépen szerel, de úgy tűnik, hogy a játékvezetőnek annyira nem jött be. Ugyanis sárgalapot is kapott, meg még egy szabad dobást is. A Fejes csapat. Gyönyörű gól! Igen, ez így azért eléggé megtévesztő, hogy mind a két alakulatban vannak fehérek. Mármint persze a pólószín. Tehát ugye a pólószín nézve fehérek. Ugye többé, kevésbé. Belülük áll a csapat. Egy kis ütközet a levegőben, de Fejes Csongor ragyogóan szerel Drenkovic Márk. És akkor újabb támadást építhet az OSB-s csapat. 2-3 az állás Fejes Andoréknak. És a lövés. Nagyszerű védés. Bravo, bravo. Almási Gerold. Szép játék, gyönyörű. És a lövés. Oha! 2-4. Egyre érdekesebb ez a meccs.
Ajajaj. Nézzük, Drenkovics Márk. Az igen, talpról a lövés, de a kapus ragyogóan hárít. Folytatódik az összecsapás. De szép, Almás Igerold. Ülő, de szép volt, akárcsak a védés. Nem megy most. Egyik csapatnak se, úgy isten igazából. Szép testcsel elindulnak a zöldek. És szépen is folytatják. Le is lassíthatják egy kicsit a játékot. Nincs itt gond. Nézzük Liska Bálint. De szép! És a lövés ketté töri a kapufát. Földes Berci. Na mutasd meg, Berci. Megmutatod? Egyelőre nem. Csak egy szép paszt eresztett meg Drenkovics Márk irányába. Aki jó kis irányító, ezt már többször is bizonyította, mind az ifi, mind talán a felnőtt csapatban, vagy az iskolai gárdában. Most viszont fix, hogy befelé jár a szabad dobás. Nézzük, Drenkovics Márk. Nem jön össze. Nem jöhet mindig össze. Most se sikerült. Földes Berci, az viszont szép. Drenkovics Márk. Hárman kell. Három ember kell ahhoz, hogy megfogják. Ismét ő. Ajajaj, lecsapják a kezéről, na nem a csajt, hanem a lasztit. De szabálytalan eszközökkel földes, le a szélre. Jön a lövés, nagyszerű védés. És akkor jöhet a kapus kifelé, bizony, bizony. És Fejes Andorék úgy tűnik, hogy megnyerik ezt a félidőt Liska Bálint közben. Almás Igerold. Ez a szép ebben az Asztron kézilabda találkozóban, hogy gyakorlatilag bárki játszhat bárkivel. Rózsa Dávid közében Alaszti Almási. Az se rossz. Szép szerelés, láb. Újra befelé jöhet a szabad dobás. Bizony, bizony, bizony. Almási leviszi, gyönyörű! Hát ellövi keresztbe, szép lövés, bedobás szokták mondani. Földes. Drenkovics. Nem rossz az akció, csak kicsit több lendületet kéne talán belevinni. Mondom én ezt innen a kényelmes székemből. Az meg fölé ment, vagy mellé, ahogy tetszik. Almási próbálja szervezgetni a játékot. Liska Bálint, Almási. És akkor támadnak az idősebbek, meg a fiatalabbak is egyben. Liska Bálint, szép lefordulás. Nem tudok most tovább menni. Almási. Belefúj a játékvezető. 12 percnél. Nem tudom, mi a helyzet az előző mérkőzésen. 15 perc volt a félidő, hát itt 12. Úgyhogy lassan fordulunk, és akkor jöhet a második játékrész. Kedves nézők, elkezdődött a második félidő a Fejes csapat, illetve az OSB csapat kézilabda találkozós mérkőzésén. Hát nekem úgy tűnik, hogy az OSB csapat kicsit nagyobb elánnal kezdte meg a második játékrészt, mint az elsőt. Ennek bizonyítéka az, hogy Herceg Patrik már is betalált. A Kecsed egykori és a Cegléd jelenkori játékosa, tehát a szélről 4-3-ra hozza a mérkőzés, de még mindig, bizony még mindig a Fejes Andor csapat vezet. Mucsi Gyula közben. Az nem rossz, az gyönyörű akció. Herceg Patrik lódulna meg, de leteszi a lasztit. És akkor most a zöldek jöhetnek. Jóos Csaba. Gyönyörű. Nagyon szép. Mucsi mellé száll, talpol a lövés. Szép elgondolás volt. Hát megvalósítás most. Hiba csúszott. Fekete Kevin. Wow, micsoda testcselek! Ajjajjaj, de ellépte, de kár érte.
Jól bevágta hosszúba, ettől független. Marad a 4-3. Juhos Csaba. Mucsi Gyula kapja. Lejtik a bogyaszt. Mucsi. Szép a blokk, és akkor jöhetnek a fiatalabbak. Az a nagy labda az lenne, ha Mucsi Gyula nem füleli le. És akkor a kékek jöhetnek bedobással. Fekete Kevin ejtél egy pillanatra. Az a szép, csak fölé ment. Egy pillanatra néztem, hogy ki az a lányka ott a kékeknél, aztán rájöttem, hogy Farkas Máté. Mucsi Gyula bal kezén a lasztit eladja. És akkor most jól sikerül az indítás, de nem, mégsem. Lefülelik a zöldek, ezt meg lefülelik a kékek. Gyönyörű. Na akkor Maszlik. Hibázik ez itt szerben? Biztos, hogy nem. Erre rámertem volna tenni a vagyonom, kár, hogy nincs egy forintom se, 4-4 az állás. Fang. Juhos Csaba. Ismét Fang. Egy kicsi foci. Talán belefér. Mondom, van itt foci. Ismét Fang. Megpróbálja. Befelé a Szabi. Juhos Csaba. De szép! Tudnak még ezek az öregek? A játékvezető pedig megadja a gólt. És 2 perc kiállítás. Farkas Máténak. Biztos megérdemelte. 5-4. Fejes Andor csapatának. Hát, érdekes lesz. Megmondom önöknek nagyon őszintén, hogy óriási OSB fölényre számítottam ezen a meccsen, ehhez képest egy góllal vesztésre állnak. Egész eddig a pillanatig, amikor is a blokkban kicsit megpattan a labda, és Fekete Kevin góljával 5-5-re módosul a mérkőzés. Fan Krisztián. Volt szerencsém beszélni egy kicsit néhány játékosokkal, vagy néhány játékossal itt a mérkőzések előtt. 52 mérkőzés közben is. Hát annyira boldogok, hogy már 7. éve úgy kezdődik az esztendő, ugye az első szombaton, hogy találkozhatnak és kézilabdázhatnak egyet együtt, hogy el se tudják mondani. Ők is kiemelik, hogy mennyire jó újra találkozni a régi ismerősökkel, újra beszélgetni egy kicsit, újra játszani együtt. És elmélyíteni a régi kapcsolatokat, valamint újakat kialakítani. Szokták mondani azt is, hogy több dolgot tudsz meg egy emberrel egy órányi játék alatt, mint 1000 évnyi beszélgetés során. Hát ez így van a kézilabdában is. Úgy gondolom, hogy maximálisan kiismerhették már egymást, és hogy így is barátok maradtak, hát az nem rossz. Nézzük Fan Krisztián lövését. Hát az finoman szóval se jött most össze. Lavati Zoltán is a pályán, tőle azért várok egy ilyen jó kis alapvonalról szerzett gólt. Dutrától, azaz Fejes Ádámtól pedig ezt vártam, mégpedig egy nagyszerű reflex lövést. Na most Lavati Zoli, Fejes Csongor, nagy játék lehetett volna, Farkas Máté. Szép szerelés, de az is 2 perc, tehát nem volt olyan szép. Fan Krisztián hagyja el a pályát, hát megpihenhet kicsit, maradjunk annyiban. 7 méteres Farkas Máté a labdával, na nézzük. Farkas, gól, gyönyörű! Parádésan elvégzett büntető, és már is 5-6 az OSB csapatnak. Na nézzük, hogy vissza tudnak-e támadni. Fejesék. Mucsi, Gyula.
szabad dobás befelé. Mucsi, oly de szép bejátszás, mekkora játék! És egy hatalmas védés. De ez bizony 7 méteres akárhogy is nézzük. Hát, Fejes Ádám azért. Igen, csak fölteszi a létszet, maradjunk annyiba. És akkor most a 7 méteres sörfőző József. Az meg nem gól. Lavati Zoltán. Nem rossz. Fejes Csongor, ismét Lavati. Hát az a helyzet, hogy most így a szokásos szélről szerzett góljait nem láthatjuk, hiszen irányítóként játszik Van Krisztián közben. És onnan azért nehéz lenne egy olyat betalálni. Fang, Mucsi. Szemtelen gól, de még mekkora. A legjobb fajtából, hát ezt most még Fejes Ádám se tudta kiszedni, de gyanítom, hogy még Herceg Lilin is kifogott volna, nem is tudom, hogy ő itt van-e, vagy sem. Talán ő az utóbbi évek egyik legnagyobb felfedezetje. Kifelé jár a szabad dobás belemenésért. És úgy tűnik, hogy van ott egy kis gond is. Igen. Na, tűnik, hogy elhárult a probléma. Szép bejátszás lett volna, de Maszlik egy kicsit tapasztalt ahhoz, hogy ezt elhibázza. Sanbo, az ellépte bizony. 6-6 az állás, 7 perc van még hátra. Mucsi Gyula. Most lesz érdekes, Van Krisztián. Mucsi Gyula, azt a mekkora játék, és még folytatják. Tudták fokozni ezt a nagyszerű játékot. És 7-6. Talán a nap egyik legszebb támadását láthattuk. És akkor most egy időkérés is fog következni. Az időkérés úgy tűnik, hogy sorcserében nyilvánul csak meg. Igen, elérkeztünk a második félidő feléhez. És úgy, mint az elsőben, most is ez fog jönni. Hát igen, fontos azért, hogy mindenki játszon. Sőt, talán ez a legfontosabb ma. Lavati, Drenkovics. Áj, de csúnyán adott labda. A másik erről Drenkovics mellett. Gyönyörű szerelés, Tanári. Bizony, az nem volt rossz. Drenkovics Márk. Lavati Zoli. Le a szélre, úgy bizony. Ohoho! Földes Berci kipókhálózott. De szép, majd Jani bácsi biztos megköszöni neki, hogy kipókhálózta a ficakot. Miska Bálint elesik. Befelé a Szabi. A játékvezető odasétál és megkéri az ellenfelet, hogy hát ilyet többet ne csináljon. Rózsa Dávid, Liska Bálint, Almás Igerold. És így folydogál a labda a fal előtt. Almás Igerold egyéni akciója. Nem jött most össze. Megy a Szabi befelé ismételten. Liska, de szép. Almás Igerold, az se rossz, gyönyörű játék. Csak sajnos ez most nem lett gól. A kapusnál a bogyó, Drenkovics Márk kéri el. Most már átlövőként játszik Lavati Zoli, úgyhogy van még remény arra, hogy lőjön egy olyan szokásos nullszöges gólt. Most ő megy vissza a bogyóért. És akkor folytatódik a játék, Drenkovics Márk. 7-7 az állás. Egészen eddig a pillanatig a nagy gólok mestere, Földes Bertold ezúttal most kis góllal rukkol elő, de a lényegen nem változtak, most már 7-8. Nézzük közben az OSB támadását. Drenkovics Márk, Lavati Zoli. Lavati Zoli, Drenkovics Márk, ők ketten nagyon-nagyon jól ismerik egymást, hiszen évek óta együtt kézilabdáznak.
igazi minőségi játékosokról van szó. Ijj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 
lövés most csak egy passzra volt jó. Játékostársa viszont eltékozolja a lehetőséget, és akkor támadhat a fejes csapat, és bizony egyenlíthetnek ám. Ez nem lenne rossz a mérkőzés szempontjából. Jó kis 3 percnek néznénk elébe, hogyha ezek a zöldek most megzörgetnék a hálót, persze belülről. Almási. Liska Bálint. Liska Bálint, szép lövés, de nem gól. Kevés olyan játékos van, aki igazán jó tud lenni kézilabdában és futballban is. Liska Bálint az egyik ilyen. Földes Berci. Lavati Zoli. És akkor kedves nézők, elnéztem, igen, ezzel vége is a mérkőzésnek, hiszen csak 12 perces volt egy fél idő. A végeredményen ez ugyan nem változtat. Fejes csapat, OSB 7-8, megköszönöm a figyelmüket.